sokan ragaszkodnak vízkereszt után is a karácsonykor feldíszített fához. A szobai klímát jobban tűrő fenyőfajták tovább magukon tartják tűlevelüket, így egyesek hónapokig megkegyelmeznek neki. Tekintve azonban, hogy a begyűjtést nem lehet tavaszig húzni, a szolgáltató idén is január végéig működteti gyűjtőjáratát. Az NHS ezúttal is arra kéri a lakókat, hogy a fenyőket minden esetben szabadítsák meg kihelyezés előtt a díszektől, csillagszóró maradványoktól. Főleg a dekorációs elemek rögzítésére szolgáló drótok okozhatnak feldolgozás közben súlyos károkat. Kerülni kell továbbá a zsinórok, kötöző anyagok használatát is. A fákat a hulladékgyűjtő edények közelében kell úgy elhelyezni, hogy azok ne zavarják a közlekedést. Tavaly csak nem 20 tonna fát sikerült így összegyűjteni. A begyűjtött fenyőfák egy részét a rászorulók kapják meg, míg a nagyobb mennyiség idén is a két Poy lerakóba megy, ahol komposztálják majd. A gyűjtőjárat január 31-ig szállítja el a szabályosan kihelyezett fákat.